Nyíregyházán a Szegfű utcán tavaly decemberben kezdte el működtetni a Trafiboxot a Vármegyei Rendőrfőkapitányság. A dobozban lévő készülék minden szabálysértést, így a gyorshajtást és a piros lámpán való áthaladást is regisztrálja az úton. A pozitív tapasztalatok után nem sokkal később leveleken is üzembe állították a készüléket, néhány napja pedig újabb helyszínen, Újfehértón a 4-es főút mellett is méri a sebességet a Trafibox. Koncz László, a Vármegyei Rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztályának vezetője azt mondta, az eszköz rengeteg gyorshajtót szűrt ki az eddigiek során, Újfehértón is azt várják, hogy ennek köszönhetően csökken a sebesség túlépők száma. Az első kettőnek a tapasztalata az, hogy sajnos az emberek nem tartják be sebességhatárokat, gyakorlatilag attól függetlenül, hogy megfelelően ki vannak táblázva, tudják ezeknek az eszközöknek a telepített helyét, különböző applikációk is jelzik, ettől függetlenül a sebességet túlépik folyamatosan. Kirió esetek is vannak, sajnos van a város területén, Nyíregyháza város területén olyan, hogy 140-nel seper végig az emberke az adott útszakaszon, ahol azért nem kellene 50-es tábla van, illetve a belterület miatt 50 a sebességhatár értelemszerűen. Újfehértónak a telepítésének az előzménye az, hogy gyakorlatilag egy 2020 és 2022 év közötti baleseti helyzetet néztünk meg, értékeltünk a kollégáimmal közösen. Ebből az apropóból gyakorlatilag levelek után Újfehértó volt, illetve az a 4-es számú főút, ahol állunk, ennek a szakasza, a egy baleseti gócpont, mondjuk nevezzük így ennek, gyakorlatilag 16 személyisérüléses baleset történt az elmúlt időszakban, ebben a 2020 és 2022-es évben. Gyakorlatilag ebben az évben 3 baleset történt ezen az útszakaszon, és ebből az apropóból a ORFK Baleset Megelőzési Bizottságának támogatásával felajánlottuk a városnak, hogy van egy ilyen lehetőség, a város élt vele, és ezt követően gyakorlatilag a mai naptól kezdve ez üzembe került. Nem véletlen a sok baleset a 4-es számú főúton, főként a reggeli és kora esti órákban hatalmas forgalom alakul ki Újfehértón. Hosszú József, a város polgármestere is abban bízik, hogy a sebességmérő eszköz hatására javulni fog a közlekedési morál. Itt a 4-es főútnak ezen a szakaszán, ahol most vagyunk, naponta átlagosan 10 000 jármű halad át, hisz nagyon nagy az átmenő forgalom Nyíregyháza és Debrecen között, és tapasztaltuk azt rendszeresen, hogy a közlekedési szabályokat nem mindenki tartja be ezen a szakaszon sem, és ezért is örültünk annak a kezdeményezésnek a rendőrség részéről, hogy itt a 4-es főút Újfehértói átmenő szakaszán legyen egy ilyen fix trafibox, amelyből tudják az erre közlekedők szabályos közlekedését ellenőrizni. A Trafibox tehát a jövőben mindig jelen lesz Újfehértón, azt ugyanakkor előre nem tudhatja a járművezető, hogy élesítve van-e a készülék, vagy hogy épp melyik irányban méri a sebességet. Az üzembehelyezést követő fél órában egyébként azonnal szolgálatot tett az eszköz. Rövid időn belül 2 70 km/h sebesség feletti közlekedőt is regisztrált és büntetett, ott, ahol 50 km/h a megengedett legnagyobb sebesség.